Sziasztok! Ez itt a Csak egy perc karácsonyi adása. Ezt itt, ahogy szoktál készülni a karácsonyra? Hát én most minden szerettemnek külön személyre szabott ajándékkal készülök, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit fognak hozzászólni, meg természetesen várom a nagy karácsonyi kajálásokat is. Nézzük meg a többiek, hogy készülnek. Hogyan készülsz a karácsonyra? Igazándiból jelen pillanatban dolgozok, szóval még sehogy, de majd sütök, főzök, takarítok otthon, és szerintem ennyi lesz a nagy készülődés. Mi volt a legkedvesebb ajándék, amit karácsonyra kaptál? Nekem nem ajándék volt, mert a karácsonynak nem az ajándékozásról, hanem a családról szól, és szerintem az a legnagyobb ajándék, amikor együtt készülődünk, feldíszítünk, családdal vagyunk, főzünk, és nekem erről szól a karácsony, és ez a legkedvesebb ajándék. Hogy fog telni ez a pár ünnepnapod? A családommal fogom tölteni, a barátokkal, valahová elmegyünk enni, és szerintem ennyi lesz a programom. Hogyan készülsz az ünnepekre? Bevásárolunk, utána szerintem ráhangolódunk filmekkel, és akkor utána jöhet az ünnep. Tehát nálunk általában itt telik bevásárolunk családdal, most kivételesen munkával telik, de főleg a bevásárlás, az együttlét, szerintem ez a fontos. Mi volt az eddigi legkedvesebb ajándék, amit az ünnepeknél kaptál? Olyan, hogy legkedvesebb ajándék olyan számomra nincsen, az, hogy minden egyes ünnepet a nagy családdal eltöltetem, az számomra már egy nagy-nagy ajándék. Hogyan fog telni ez a pár ünnepnapod? A pihenéssel fog telni, és utazással, mert 24-én dolgozok még, de családdal pihenünk, és felutazom Budapestre és Békéscsabára. Hogyan készülsz az ünnepekre? Én már egy hónappal ezelőtt el szoktam kezdeni készülődni, díszítjük a házat, elkezdem gondolni, hogy kinek milyen ajándékot fogok venni, mert már szeretek saját készítésű tárgyakat csinálni. Mi volt eddig a legkedvesebb ajándék, amit kaptál? Tavaly kaptam egy fűtető takarót, és ugye egy nagyon fázós vagyok, és nagyon örültem neki, hogy nem fog fázni most már télen. És hogyan fog telni ez a pár ünnepnap? Együtt tölti a család, együtt főzünk, sütünk, díszítjük a karácsonyfát, zenéket hallgatunk, filmezünk, akkor együtt van a család, és olyan jó. Hogyan készülsz az ünnepekre? Hát mivel első év az orvos, én ezért nagyon sokat kell tanulnom, úgyhogy egyelőre így. Minden tanulással fog telni az ünnepnapokon is? Hát sajnos igen, mert minél hamarabb szeretném letudni a vizsgákat. Mi volt a legkedvesebb ajándék, amit valaha kaptál? Amikor a szüleim először befizettek minket Görögországra, és el is mentünk ugye nyáron nyaralni. És általában hogy telik nálatok egy karácsony, hogyha most csak tanulsz? Hát azért az ünnepekkor nem fogok annyira nagyon-nagyon sokat tanulni. Arra 3 napra tartok egy kis szünetet. Hogyan készülsz az ünnepekre? Hát szerencsére sikerült úgy felvennem a vizsgákat, hogy több időm legyen így készülgetni, úgyhogy hazamegyek, és az anyukámmal feldíszítjük a lakást, meg sütünk mézes kalácsot, és ilyen kis családi dolgokat csinálunk. Mi volt a legkedvesebb ajándék, amit így valaha kaptál? Egy szintetizátor, mert nagyon szeretek zenélni, és akkor egyszer a szüleim megleptek vele egy karácsonykor, és azóta is az ilyen nagy kedvenc a családban. És akkor ez a 3 nap hogy fog telni nálatok? Hát ez családosan társas játékozunk, eszünk, sokat eszünk, és zenét hallgatunk, általában így szokott telni. Szerencsére most nem lesz sok tanulás, mert sikerült úgy rendezni a dolgokat, úgyhogy remélem jó lesz. Hogyan készülsz az ünnepekre? Általában otthon kidészítjük ilyenkor a lakást, a lépcsőt, tele van minden fenyőfával, fenyőillat, kisgömbök, és általában magunk szoktuk csinálni ezeket a dolgokat, úgyhogy így. Mi volt a legkedvesebb ajándék, amit eddig így az ünnepekkor kaptál? Ez a sapka a fejemen, a nővéremtől kaptam, ő kötötte nekem. És hogy tervezed, hogy fogod tölteni az ünnepnapokat? Otthon, nyugisan, szűk családi körrel, és utazgatni fogunk valószínűleg így közeli helyekre, családhoz. Ilyenkor mindig ez van, és mindig egy jó nagyot lakmározunk, együtt ebédelünk. Így. Ez volt a Csak egy perc. Kívánunk mindenkinek boldog, békés, áldott ünnepeket. Sziasztok! Sziasztok!